Jó estét kívánunk, üdvözöljük Önöket a Dominó társaságában, Galó Béla, Nagy Csaba, Szabados Krisztián. Azt hiszem, nem szabadulhatunk a múlt heti külpolitikai témánktól, ami már nem is annyira külpolitikai, mert ugye nagyon szorosan összefügg a magyar kihatásaival, a görög helyzet. Most eltekintve a gazdasági okoktól, szempontoktól, amikről már sokat beszéltünk, és nyilván ma is fogunk, hogy az utcai helyzet romlik drámaian. Legutóbb már ugye egy felgyújtott bankban három ember meg is halt, és folyamatosak az utcai megmozdulások. A görögök, most nem mondhatom azt, hogy a lakosság vagy a nép, mert nem tudjuk, hogy milyen rétegek és milyen arányban, de minden esetben azok a tömegek, amelyek kimennek az utcára, nem akarják tudomásul venni igazából, hogy miben vannak benne. Ma a görög parlament ugye elfogadta ezt a bizonyos megszorító programot, az ára volt annak, hogy megkapják azt a 110 milliárd euró segélycsomagot, amit az Unió végül is elég későn ugyan, de összehozott. A görög helyzetnek a tragédiája, nyugodtan mondhatom azonban, nem egyszerűen csak a görög helyzet, hanem annak az Európára való minden vonatkozásban való kihatása. Egyszerűen attól félnek most már az elemzők, hogy nem csak arról van szó, hogy Dél-Európa vele sodródik ebbe, hanem az erős központi hatalmak is a kontinensen, és ez sok mindenre fényt vetett, amiről még később érdemes beszélnünk, hitelezésekre és egyebekre, hogy hogy függnek össze egymással a különböző nemzetgazdaságok és az adósságaik. Ti hogy látjátok, hogy mi lesz ennek a görög helyzetnek a lehetséges kifutása a közeljövőben? Szerintem nem lehet más kifutása, csak az, hogy valamilyen szinten stabilizálják Görögországot, és a görög válságra születik egy ilyen tűzoltó megoldás, ami kicsit lenyugtatja a kedélyeket, és talán Görögország rendbe tudja szedni magát. Minden más forgatókönyv gyakorlatilag katasztrofális vége lehet, hiszen egyrészt nagyon komoly veszélybe került az euróövezet, tehát gyakorlatilag most nem a görög válság megoldása a tét, hanem az, hogy az euróövezet ne omoljon össze. Egyrésztről nagyon komoly válságba került a görög belpolitika, hiszen a legutóbbi számok szerint jelentősen megnőtt a szélsőségesek, elsősorban szélsőbaloldali politikai erők iránti támogatottság, és ezek az erőszakos cselekmények is elsősorban szélsőbaloldali erők cselekedetei. Tehát van egy nagyon komoly politikai válság, és van egy nagyon komoly gazdasági válság, amelybe az egész Európai Unió, az egész euróövezet belebukhat. Én azért úgy látom, hogy mint minden válságnak ennek is lehetséges egy politikai, illetve egy pozitív kimenetele, politikai kimenetele. Ez a görög válság ugyanis felveti azt az általánosabb kérdést az Unió szempontjából, hogy a monetáris unió és egyáltalán a pénzügyi egységesülés az meddig tartható fenn a politikai egységesülés valamely magasabb fokozata nélkül. És talán itt most el fognak gondolkodni azok az euroszkeptikusok, akik eddig ugye éppen arra törekedtek, hogy ne legyen Európában semmilyen politikai egységesülés, a nemzeti gazdaságpolitikák is ugye maradjanak meg a nemzeti szuverenitás tárgykörében, hogy itt valamit tenni kell. Erre vonatkozó ilyen központi intézkedéseket már lehet észlelni. Az Európai Unió előtt van egy olyan terv, hogy a költségvetési politikákat valahogy hozzák az unión belül egymással összhangba, és így tovább. Tehát lehet, hogy egy ilyen előre menek külés lesz ennek a vége, de nem tudom én se kizárni a pessimista forgatókönyveket, annál is inkább nem, mert itt hogyha ti az előbb azt mondtátok, hogy ha be is gyűrűzik a Dél-Európa más országaiba ez a görög válság, akkor is ugye okozhat egy központi válságot. Én úgy gondolom, ha már begyűrűzik oda, az már nagyon nagy probléma, mert ott azért Görögországgal egyenlő nagyságú ország Portugália, de Olaszországba és Spanyolországba begyűrűzik ez a görög válság, akkor az unión belül a gazdasági hányadnak egy sokkal nagyobb részét fogja érinteni, és az már egy olyan eszkaláció, amit nehéz lesz kezelni. De szerintem meg fog ez valahol állni. Nekem ez az optimista forgatókönyvem van. Az, amit Európa megmentésként értékel, azt a görögök a köznép a zsarolásként értékeli. Tehát igazán ebben van az ellentmondás, mert miközben Európának létérdeke Görögországnak is, a nagypolitikának, hogy gazdaságilag és politikailag ezt az országot stabilizálják, addig az utca népe annyit érzékel ebből, hogy két havi fizetése ugrott,
hogy bizonytalanná váltak a nyugdíj megtakarításaim, hogy mindaz, amire az egész országot, a létét, az életmódját építette, az egy hazugság volt. Most ezzel nagyon nehéz szembesülni a hétköznapokban. Tehát én azt gondolom, hogy általában legalábbis, ha a forgatókönyvek igazak, akkor ezt az utcai lázadás sorozatot, a tüntetéseket valahogy túléli Görögország, kell, hát erőszakkal szembeszáll a kormány, és azt meg fogják fékezni. De lehet, hogy ennek valóban egy nagyon erős, erőszakos esemény sorozat az ára. Igen, de itt Krisztián említette, hogy a szélső bal felé tolódik el a politikai súly, és ugye ezt a görög válságot jelenleg egy szocialista kormány kezeli. Tehát, de nem megint... ő okozta? Nem ő okozta, de ő kezeli. Igen, azon csatorna az ostor, aki igen, aki kezeli. Akkor másként merül fel. Jó, csak ugye ez fölmerül abban az összefüggésben, és ugye egyébként is ugye azt éljük most azt a korszakot, hogy Európában a középbe a kormányok, vagy szociáldemokrata kormányok fokozatosan veszítenek ugye a népszerűségükből, és akkor még nagyon eufemisztikusan fogalmazok. Sőt, lehet, hogy ma léből is kiesik. Igen, az is lehet, és ugye ez a görög eseménysorozat, ez tovább erősíti ezt a trendet. Ez egy nagyon érdekes fejlemény, és ott úgy látszik Görögországban a szélső bal felé tolódik el a mérleg nyelve, itt pedig Kelet-Európában inkább úgy gondolom, hogy ha ilyen események bekövetkeznének, legyünk ugye optimisták, akkor inkább a szélső jobb felé. Tehát ez ugyanannak a jelenségsorozatnak, illetve jelenségnek egy másik eleme. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy ez a hatalom szempontjából nem alternatíva. Tehát nem arról szól a történet, hogy ha most összeomlik az államhatalom Görögországban, akkor majd jönnek a szélső balosok, aztán majd nem, valami nem arról történik. Szól, csak arról szól, hogy megerősödnek a szélsőségek. Igen, bár azt hiszem, hogy ott a félelem, vagy inkább a ráció nagyon erő. Itt lehet látni, hogy a volt kormánypárt és a mostani kormánypárt azért ebben az ügyben csak együtt van. Igen. Tudják jó, hogy az ország. És még annyiban hagyj védjen meg az utca népét Görögországban, hogy ugye persze a felháborodásuk az a mindennapi életvitelük szempontjából jogos, de az is munkál bennük, hogy azért azt tudják, hogy azért ez nem, szóval nincs kollektív bűnösség, nem csak ők a hunyók ebben az ügyben. Tehát a különböző bankok, amelyek ugye a hitelekkel úgy bántak, ahogy bántak, és ehhez a helyzethez vezettek, ugyanolyan részesei ennek a dolognak. Ráadásul ugye a görög állami csalásokat, mondjuk statisztikai csalásokat azért mindenki tudta, mindenki beszélt róla. Az Európai Unióban ez nem az utcai atrocitásokkal egy időben derült ki, és mindenki úgy átnézett rajta, és úgy gondolta, hogy ez a dolog megoldódik magától. Na most nyilvánvaló, hogy az utca népe az nem képes nagyon szofisztikált elemzésekre, és az úgy reagál rá, hogy most Görögországban reagál. Hát ráadásul, hogy ez nem csak Dél-Európát fenyegeti már ez az egész tovább gyűrűző folyamat, hanem kelet-európai részét is, és mondjuk Franciaország ugyanúgy megérzi. Tehát a franciák bejelentették, hogy 3 évre leállítják az állami kiadások növekedését. Ami azért egy nagyon komoly dolog. Főleg a franciák. A franciáknál igen, ahol nagyon bőkezően bántak eddig például az egészségügyi szolgáltatásokkal. És a románok bejelentették, hogy 25%-kal csökkentik a közalkalmazottak fizetését, és 15%-kal a nyugdíjakat. Ez azért egy példátlan mértékű életszínvonal csökkentés két olyan rétegnél, amelyik ugye meghatározója tulajdonképpen minden politikai establishment fennmaradásának. Ugye a közalkalmazotti réteg az mindig közvetlenül függ az államtól, és a nyugdíjasok pedig, hát, hogy mondjam, erősen szavazóképes tömeget alkotnak mindenütt. Hogy ezt a két réteget nyilván nem jó szántából és örömében a román kormány elhatározta, hogy ilyen mértékben sújtja. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly a helyzet. Most arra is fény derült, hogy egy kicsit olyan szituáció alakult ki Európában, mint amilyen az amerikai jelzálogválság volt, már abban a tekintetben, hogy ameddig ment a szekér, ameddig nem buktak ki ezek a dolgok, hogy igazából ezek az ingatlanok nem érnek annyit, hogy igazából akik felvették a hiteleket nem tudnak fizetni, addig mindenki boldog volt, mert működött a mechanizmus. Most például ugye elkezdenek arról beszélni, hogy Franciaország 500 valahány milliárddal hitelezi jelenleg is Olaszországot. Hogy a spanyol hiány sokkal több, mint a görög, és erről senki nem beszél, a 1000 milliárdot közelíti meg. Tehát az európai országok egymás zsebében vannak, ez egy ilyen rókafogta csuka. Ez egyszerre szerencse, mert így kénytelenek egymást megmenteni, és egyszerre pedig egy szerencsétlenség, mert a dominó nagyon gyorsan dől el, és terjednek át a válságövezetek, és egymásba érnek. Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok ebben a dologban ennyire
optimista, és még ez az utcai helyzet, hogy így fogalmazzunk, ez is azért bizonytalan, enyhén fogalmazva, mert nem volt még arra példa, jó emlékeim szerint Európában, nyugszerével a világháború befejezése óta, hogy egy válság szélére, vagy a válságban már belesodródott ország népe ilyen erőteljesen próbáljon meg ellenállni kormányzati intézkedéseknek. Még talán ez belefér abba, azokba a megmozdulásokba, annak azok az erősségébe, amiket már úgy azért különböző helyzetekben, majd hogy nem ilyen hevességgel átéltek, akár a franciák is. 68-ban de... Hogy? 68-ban. Hát igen, de az más típusú volt a 68. Itt most egy kizárólag gazdasági ugye, típusú válság, krízis van, és mi van akkor, hogyha egy ország egyszerűen fellázad? Persze ebben benne vannak az anarchisták, benne vannak a szélsőbalosok, a szélsőjobbosok, de ez ilyenkor nagyon összekeveredik, és ilyenkor nagyon nehéz elválasztani egy idő után, hogy most az, aki ott az utcán azt a Molotov koktélt haigálja, az melyik csoporthoz tartozik, és majd lokalizáljuk, mert az elégedetlenség összeforrasztja a különböző irányból érkező elégedetlenségeket. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy erőszakkal persze megfelelő rendőri erőkkel fékkel lehet tartani, lehet verni, de mi van egy olyan országgal, amelyik ugye az Európai Unió tagja, a demokrácia egyik fellegvára, az euróövezet tagja, és ott egy mondjuk statáriummal kell végső soron fenntartani a közel sem normális életkörülményeket. Hát igen, ugye ez a jelenség, hogy egy állam szétesik, ez egyébként nem új, de Európában valóban új. Nincs erre egy elmélet, hogy a széteső államoknak ugye, hogy mi a kezelési módja. Ugye most, hogy ez Afrikában történik meg, akkor könnyebben kezeli az ember, de most itt Európában valóban először találkozik vele az európai közvélemény és az európai politikusok osztálya. Tehát ez egy érdekes új helyzet, de én még egyszer azt mondom, hogy mivel te is említetted, hogy annyira egymásba vannak fonódva az európai gazdaságok, és mondjuk Görögországot sem csak azért mentik meg most az európai országok, vagy az uniós országok, mert egyébként nem szép dolog, hogy ott mi van, hanem mert például a francia-német bankok vannak a leginkább nehéz helyzetben, mert ugye ha bedől Görögország, akkor az ő ott eszközölt befektetéseik is bedőlnek, és azt senki nem engedheti meg magának. Hát pontosítsunk, a francia és német bankokon keresztül francia és német betétesek, tehát állampolgárok, hát akik belőlik a pénzüket. Egyébként annyiban nem pontos szerintem a helyzet értékelés, hogy a 70-es években a Thatcher-i forradalom idején azért ott nagyon durva összecsapások voltak Angliában, és nagyon sok halálos áldozat is volt, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon vészterhes időszakon kellett társadalmi Angliának, hogy aztán a Thatcher-i reformoknak köszönhetően Európa egyik legfeljebb országává váljon. De ne haragudj, köszönöm, az főleg a bányászokat érintette, azok az elégedetlenségek, ugye, mert ott egy iparágnak a bezárása volt tulajdonképpen a tét. Az erőszakos sztrájkok, stb. Azok a bányászok körében voltak, de egyébként nem csak ők. Görögországnál még van egy fontos szempont, ami szerintem lehet, hogy józanítólag fog hagyni a görögökre, ez pedig a turizmus. Tehát közeleg a nyár, és Görögország számára alapvető fontosságú a turizmus, hiszen a legjobb bevételei ebből származnak. Hogyha továbbra is zavargások lesznek, akkor gyakorlatilag a legfontosabb iparága fog Görögországnak idén csődöt mondani, és hogyha a turizmusból nem jönnek a bevételek, akkor az még mélyebbre fogja tasztani a görögöket. De ez egy nagyon fontos elem, és nem a turizmus, hanem hogy te úgy gondolod, hogy van egy olyan rezón, amelyik az úgynevezett utcai tüntetőket majd afelé tereli, hogy a görög turizmust kár lenne ezzel sújtani. Tehát én azt gondolom, hogy neked igazad van, és ebből az igazság az, hogy minden utcai tüntetés mögött, minden ilyen lázadás mögött csak a politikai erők vannak. Tehát egy országban az utcai tüntetések nem jutnak el Görögországban, az én feltételezésem szerint messze nem arról van szó, hogy az állam szétesés. Az állam a szétesés szélére került volna. Arról szól a történet, hogy bizony ezeket a tüntetéseket továbbra is olyan politikai erők táplálják, vagy szítják, vagy adnak meg teret. Hát a szakszervezetek például. Így van, amelyek nem érdekeltek ebben a stabilizálásban. De ezzel együtt azt mondom, hogy a Görögország eljut egy olyan pontra, ahol valóban már az állam léte forog kockán, ott azért a politikai erők közvetlen lépése vagy hatása, az döntő lehet. És én azt gondolom, hogy ezt a határt nem fogja Görögország átlépni. Hát a szakszervezeteknek is egy ponton túl, és azt hiszem ez a pont egyébként már elérkezett, már elértek oda, csak még a lendület viszi a dolgot tovább, nem érdeke az instabilitás vagy a teljes szétesés. Hát egy szakszervezet végül is mindenfajta megmozdulásával el akar érni valamit. Többnyire azt ugye, hogy valamit vagy kapjon, vagy hogy ne vegyék el tőle. Na most ebben a helyzetben, ha szétzilálják az egész görög állami
hogy mondjam, hatalmat, akkor nem fognak tudni semmit kapni, viszont továbbra is mindent elvesznek tőlük. Tehát van egy pont valóban, ahol ha szervezett ez az egész megmozdulás, akkor meg fog állni. Csak én attól tartok, hogy egy ilyen típusú általános elégedetlenség elképzelhető, hogy túllép a szervezett formákon, és ellenőrizhetetlenné válik, míg nem egy olyan káoszba fordul, amit ugyan még egyszer mondom, rendőrileg kezelni lehet, de rettenetes áron, és egy olyan politikai instabilitás az ára Európa egyik mégiscsak meghatározó országában, ami példátlan, és aminek nem látjuk még a pontos politikai következményeit az Európai Unióra és a többi országra. Ugye a Béla utalt arra, hogy itt most lehet egy pozitívuma ennek a helyzetnek, hogy rájönnek arra az unió tagállamai, hogy a politikai szövetséget, fogalmazzunk így, szorosabbra kell fonni, mert nem lehet gazdasági egységet teremteni politikai egység nélkül. A németek régóta szorgalmazzák, már Helmut Kohlnak ez kedvenc témája volt, hogy ugye itt egy föderációt kellene igazából létrehozni Európában, egy politikai föderációt, és akkor meg lehet szabni a közös gazdaságpolitikát is. Most az a kérdés, hogy ez a helyzet, ami kialakult, ez az euroszkeptikusoknak kedvez, és szétviszi az uniót, vagy pedig ennek a korábbi német koncepciónak a megerősödéséhez vezet, és valóban ahhoz a belátáshoz, hogy politikai egységet kell teremteni. Hát egyébként a német lapok azok cikkeznek is mostanában arról, hogy itt Merkel asszonynak egy nagy lehetősége van, hogy nagy állam asszonnyá váljon, ugye az ő esetében nem beszélhetünk államférfiről, mert hogyha ezt az integrációt elő tudja segíteni, amire te is utaltál, akkor valóban egy olyan nemzetközi teljesítményt fog nyújtani, ami hát ugye nyilván történelmi tett lesz. De hát ugye ez az optimista forgatókönyv. Ugyanakkor azt látni kell, hogy Merkel a konkrét menetében a görög válság kezelésének azért a saját belpolitikai szempontjaira is figyelemmel volt, mert azért csúsztatta a döntést, a német döntést a segélyről, és csak a helyhatósági, azt hiszem, a rajna-vesztfáliai választások után jelentette be a végül is a döntést. Lehet pozitív hatás ennek a dolognak, már pedig egy kicsit áttételesen úgy, hogy ugye nyilvánvalóan az európai országok jelentős része a saját szuverenitásokra rendkívül kényes. Tehát magának az Európai Uniónak is az egyik legkényesebb kérdése hogy az, hogy mennyiben avatkozhat be egy központi hatalom abba, hogy egy ország, jelesül most Görögország, hogyan kezeli a saját állami ügyeit, akár a pénzügyeit. Ha a legkisebb veszteség árán is hívjuk így Görögországot, tehát ha az Görögországot sikerül stabilizálni, és ezzel a gyakorlatilag bebizonyosodik, hogy ezek az országok, amelyek Európával megteszik azt, amit most a görögök megtettek, egész Európát sodorják veszélybe. És ha a görögöknél ezt rációval meg lehet oldani, onnantól kezdve az európai kohézió a példát követve erősebb lehet. Csak az fog kiderülni, arra gondolsz, hogy a szuverenitásnak kockázata van, vagy a túlzott szuverenitásnak, mert látjuk, ugye ez vezetett európai a görögöknek a hitelvesztéséhez, szó minden értelmében, és a kohéziónak, az összetartásnak pedig megmentő ereje van, vagyis hogy csak egyfajta szorosabb államszövetségi képlet az, amely garantálhatja, hogy az egyes túlságosan független országok ne vigyék a csőd szélére magát az unió. Igen. Gondoljuk bele abba, hogy például ez a görög válság hogyan befolyásolja a magyar forint árfolyamát. Ugye ma már 292-nél is járt, ha jól tudom, az euróhoz képest a forint. Képzeljünk egy olyan helyzetet, hogy mondjuk a forint a görög válság hatására beszakad, és Magyarországon a devizahiteles háztartás, az 1 millió háztartás, ez hirtelen csődközeli helyzetbe jut. Vajon ők azon gondolkodnának ezek az emberek, hogy hú, jó ez az Európai Unió, legyen nagyobb összetartás, egység, vagy pedig azt mondanák, hogy na, a görögök miatt nehogy már nekem kelljen fizetni. Tehát szerintem inkább az Európai Unió politikai széthullását erősíteni, az euroszkeptikusokat erősíteni egy hosszabban tartó válság, és nem hiszem, hogy az egység iránt igényelkedni. Én ezzel azért nem értek teljesen egyet, mert ha nem lenne unió, és a görögökkel ez történne, és ugye mi még nem vagyunk az euróvezetben, tehát nem azért sújtja a forintot, mert az euróvezeten belül. Egy ilyen nagy európai ország gazdaságának az összeomlását mi akkor is megéreznénk, viszont nem lenne meg ez a fajta kohéziós mentő lehetőség, amit az unió jelent.
Ez az egyik része. A másik, hogy a politikusoknak pedig ez a felelőssége, régen ez lenne egyébként, hogy megpróbálják meggyőzni az állampolgáraikat, hogy miért lenne jó az Unió egy ennél szorosabb rendszerben, mint amiben most működik, de ezt valahogy mindig lelazsálják, mert félnek a túlzott euroszkepticizmustól, vagy pontosabban félnek a nacionalizmusoktól, amelyek sokkal ugye, hogy mondjam, ösztönösebbek, sokkal erősebb érzelmeket táplálnak, és nehéz racionálisan kezelni. Ettől való félelmében a politikai elit mindenütt megpróbál inkább csínyán bánni az euroszkeptikus gondolatokkal, pedig tulajdonképpen folyamatosan kellene elmagyarázni a lakosságnak mindenütt, hogy milyen előnyei lennének egy szorosabb kapcsolatnak, és milyen veszélyei vannak, mint látjuk ennek, hogyha bárki kiugrálhat ebből a történetből. És nem csak a forinttal van itt a probléma, például a svájci frank, hát az sincs az euróvezetben, és a svájci frank hihetetlen, és a svájci frank hihetetlen megerősödése az, ami igazán a magyar hitelfelvevőket ugye sújtja, mert hogy nagy részük svájci frankban van elkötelezve. Hát meg a dollár erősödés az euróhoz képest. Az is. Tehát itt nem az euróövezet, hogy mondjam, ilyen értelemben nem véd meg attól, hogyha nem lenne unió, akkor nem lennének ilyen valuta problémák. Egyébként hát ugye Európa politikai egységesülése az nem egy ilyen elvont érték, az is persze, de elsősorban a racionalitása nem egy ilyen elvont érték alapú dolog, hanem az, hogy ugye a gazdasági egység az megköveteli a politikai egységet, márpedig Európa a világgazdasági versenyben akkor lenne nagyobb hatású szereplő, hogyha ugye a gazdasági potenciáját politikai egységesülésre is ki tudja fejezni. Tehát ugye ez egy közös érdek, ha úgy tetszik, ennek megvannak a racionális alapjai a szép lélekken kívül is, úgy gondolom. Hát igen, most meglátjuk, hogy ez a helyzet, aminek a tovább gyűrűzései, mint ahogy említettük, ugye Romániában, Franciaországban, előbb-utóbb a spanyoloknál és a portugáloknál is problémák, hát már most is vannak, ugye a Moody's most bejelentette, hogy figyelmeztette a portugálokat, hogy le fogja őket minősíteni, stb. Stb. Hogy ez az ottani közvéleményekben merre felé viszi az indulatokat, és vagy mennyire képes a racionális elemzést elősegíteni. Na most reklám következik, aztán jövünk vissza. Most ott tartottunk, hogy az európai helyzet, a görög válság forintra gyakorolt hatásáról beszéltünk. Ugye sok jót itt nem tudtunk mondani. Hozzátehetném még, hogy remélhető, hogy ez talán átmeneti. Mert azért már a nap folyamán is ugye a legrosszabb árfolyamról jött vissza valahogy a dolog, már valami erősödés tapasztalható, ami persze nem jelenti azt, hogy holnap vagy holnap után ez nem romolhat megint, tehát egy nagyon labilis helyzet van. Ennek nem tesz jót már, mint a mi szempontunkból, hogy az üzemanyagárak egyre emelkednek. Ez sem tesz senkit Magyarországon ugye nyilván boldoggá. És beszéltünk ugye a svájci frank és a dollár erősödéséről. Ezek nagyon-nagyon nem jó hírek. A nagy kérdés az, hogy van-e valami szerepe a magyar belpolitikai fejleményeinek ezekben a pénzügyi folyamatokban? Hát igen, a központi kérdés ugye az volt, hogy az forint az a légió valutáinál sokkal jobban megérezte ezt a esést, és akkor megkezdődtek a spekulációk azzal kapcsolatban, hogy van-e köze a forint nagyobb esésének ahhoz, hogy a kormány támadást nyitott a jegybank ellen. Jegybank elnöke ellen, bocsánat, és én azt gondolom, hogy egyébként nem, hogy nincs, jelen pillanatban még nincs köze, kézzelfogadó köze, viszont az biztos, hogy lélektanilag nagyon-nagyon-nagyon rossz lenne most Magyarország számára, hogyha a kormány és a jegybank elnöke közötti
viszony olyan feszülté vál, hogy nyílt háború tör neki. Most nem a háborúskodás pillanata van, most nagyon oda kell figyelni a forintra, mert megint a devizahitelesek fogják ezt az egészet a saját kárukon megtapasztalni. Én a múltkor azt merészeltem mondani, hogy a Fidesz kétharmados győzelme az önmagában nem változtatott az ország nemzetközi körülményein, nem javított, így talán így fogalmaztam. Hát inkább a helyzet azóta romlott, úgy gondolom. Tehát az Orbánéknak nagyon rosszul jön ez a görög válság, és mindennek a következménye, mert elsősorban úgy gondolom, hogy a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való magyar tárgyalási pozíciókat az egyáltalán nem javítja, márpedig ők azzal az igénnyel lépnének ott föl, mint hírlik, hogy bizonyos mutatószámokat a saját javunkra módosítsanak. Na most ugye nagy kérdés, hogy ezek az intézmények annak a logikának az alapján fognak-e velünk tárgyalni, hogy szigorúbbak lesznek, vagy pedig inkább a társadalmi nyugalom és a béke megőrzését fogják szem előtt tartani, és figyelembe veszik, hogy Orbán ugye most került hatalomra, és talán nem nehezítik meg neki ezzel az első pár hónapját. Ez még egy nyitott kérdés, ez nyilván attól is függ, amit Krisztián mondott, hogy a belső magyar helyzet az hogyan alakul. Hát ugye a devizahitelesek oldaláról az lenne a legjobb, hogyha az Orbánék be tudnák váltani az ígéreteiket, a devizahitelesek helyzete jobb lenne, a forint erősödne, a magyar gazdaság valamelyest tudna független lenni mindattól, ami történik. De nincs így. Tehát az igazi probléma az, hogy az Orbán kormány hatalomra kerülése nem változtatott semmit azon, hogy a forint hogyan mozog a nemzetközi piacon. Tehát igazán én ebben látom a problémát, hogy hiába lesz kormányváltás, ennek az ereje, amit az első két napban láttunk, messze nem tudja ellensúlyozni mindazt, ami körülöttünk történik. És én ezt igenis sajnálatosnak gondolom, tehát itt nem arról van most szó, hogy drukkol-e valaki, vagy nem drukkol annak, hogy az Orbán kormány hogyan tud, az antréja milyen lesz a gazdaságban, egyáltalán a devizahiteleseknek mi lesz a sorsuk. Igazán az a gond, hogy úgy tűnik, hogy önmagában a Magyarországon egy jelentős belpolitikai fejlemény nem tud megváltoztatni semmi. Drukkolnánk mi mondjuk egyébként az Orbán kormánynak ebben a tekintetben. Magunknak kell drukkolni. Feltétlenül, mert magunknak drukkolunk. Ugye, de hiába drukkolunk, hogyha ez a kormány még hivatalba sem lépett, de már is olyan kijelentéseket tesz, amelyek a hitelezőket, a piacot arra meggyőződésre juttatják, hogy megpróbálják a hiánycélt feloldani, ugye kitolni. Ha Varga Mihály arról beszél, hogy felül fogjuk vizsgálni a kafetéria rendszert, meg a szuperbruttósítást, az nagyon szívesen halljuk, csak tudjuk, hogy ez 100 milliárdokat jelent, mint lukat azonnal a költségvetésben. Hogyha a Matolcsy György azt ígéri, hogy lesz júliustól adócsökkentés, akkor meg kell kérdeznünk, hogy ez bár nagyon szimpatikus történet volna, csak éppen miből fogjuk a kieső pénzeket fedezni. Tehát, hogyha ugye ezek a kijelentések elhangzanak, plusz akkor ehhez járul még a jegybank elnöke ellen, személy ellen intézett folyamatos megjegyzésekben megnyilvánuló támadások, és a jegybank elnöknek állandóan valamilyen módon bizonygatnia kell, hogy ő kitölti a mandátumát, akármi történik, hogy ő együtt akar működni a kormánnyal, most már ott tart, hogy valamilyen dokumentumot készít, amiben beszámol, elébe megy a kormány vizsgálatainak, és megpróbálja bebizonyítani, hogy ott a bankban minden rendben van. Tehát, hogyha ilyesmik történnek az országban, még mielőtt egy kormány igazából elfoglalta volna a helyét, akkor ez ugye hozzájárulva az európai helyzethez együtt nyilvánvalóan a piacokat nyugtalanítani kezdi, és lehet, hogy most ennek a forint árfolyamnak még, hogy mondjam, nem tett rosszat mindez, de napokon belül, vagy heteken belül rosszat tehet, hogyha ezek a tendenciák nem állnak meg. Tehát magyarán felelőtlenül politizálni, felelőtlen kijelentéseket tenni, különösen a gazdaságpolitikában, az azonnali leértékelődés veszélyét jelenti. Minden egyébet lehet tulajdonképpen jobbra-balra beszélni, hangoztatni magasat, mélyet, de én még azt gondolom, hogy az úgynevezett politikai elszámoltatásnak az állandó hangoztatása sem tesz jót a magyar stabilitásnak, vagy pontosabban a magyar stabilitásról kialakult európai képzetnek. Márpedig a Fidesz ezt is nagyon hangosan nyomja most. Szóval azt gondolnám, hogy egy felelős új kormánynak mindenek előtt a stabilitást kell figyelembe vennie. Mindenek előtt arra azzal kellene foglalkoznia, hogy ne nyugtalanítsa azzal a saját környezetét, mármint az ország környezetét, hogy Magyarországon bármi rosszul alakulhat.
akár a költségvetés, az államháztartás helyzete, akár egyfajta politikai hetzkampány indulhat el megint, mert ez mind nagyon rosszat tesz egyébként közvetlenül a gazdaságnak. Hát én azt nem hiszem, hogy a külföld az elszámoltatások miatt megorrolna az Orbán kormányra, azt szerintem belpolitikai fejleménynek véli, sőt, akár úgy is értékelheti, hogy a belső stabilitás fenntartása. Igen, szóval azért ne gondoljuk azt, hogy a nemzetközi közvélemény ilyen igazságos ítészként figyeli a magyar folyamatokat, ez azért nem volt így soha. De az kétségtelen, hogy a gazdasági szférában történt elhamarkodott kijelentések, azok nem fogják azt a tárgyalási pozíciót javítani, amit pillanatokon belül el kell majd kezdeni. Van egy elem, amelyik belpolitikai indítatású, és mégis erős hatással lehet a Magyarország külső megítélésére, ez a bizonyos Varga Bizottság, tényfeltáró bizottság a magyar gazdaság helyzetéről. Tudnék, nyilvánvaló mindaz, ami a számok ismerete nélkül elhangzik, az politika, tisztán politikai propaganda. De ez a politikai propaganda, amelyik folyamatosan azt súlykolja, hogy Magyarország sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy azt a kormány, a Bajnai kormány hirdeti, na ez kelti azt az érzetet, hogy a Bajnai kormány, amelyik végül is stabilizálta Magyarországot, most már sokkal jobban állunk, mint a görögök, hogy mégsem úgy áll Magyarország, mint ahogy azt mi korábban mondtuk. Na itt... Ez viszont már visszahat. Ezen a ponton mondom én azt, hogy a belpolitikai hetzkampány összefügg a gazdasági kijelentésekkel. Mert ez tulajdonképpen mintán ez egy politikai retorika. Ez összekapcsolódik az elszámoltatás vagy számonkérés kérdésével, mert ezek is abból indulnak ki, ugye, hogy az ország rettenetesen rossz helyzetét XYZ személyesen okozta. És itt megpróbáljuk azt az érzetet kelteni, hogy a törvényes jogállami elszámoltatáson kívül létezik valami fajta felülről jövő kormányzati elszámoltatási felsőbség. Hát az, amit most ugye Orbán Viktor bejelentett, hogy nem a rendőrség, nem az ügyészség, nem a bíróság elsősorban, hanem egy miniszterelnöki megbízott kötelessége lesz az, hogy nem is tudom, elindítsa, megszervezze, meghatározza ezt az úgynevezett elszámoltatást, ez Európában értelmezhetetlen. Valamelyik internetes portál ma ezzel a címmel jelent meg, hogy az ítélet már megszületett, most kezdődhetnek a perek. Így van, ezt egyszerűen koncepciós eljárásokra emlékeztetőnek fogják fel, mert egy európai demokráciában erre azt mondja mindenki, hogy kérem szépen a rendőrség nyomozza ki, az ügyészség emeljen vádat, a bíróság hozzon ítéleteket. Ezen kívül, ha egy kormány egy miniszterelnöki megbízott személyén keresztül próbál beavatkozni, akkor ez azonnal politikai indítatásúvá válik. Márpedig egy demokratikus jogállamban büntető ügyeket politikai alapon nem lehet elindítani. Hát ugye az a tény, hogy Barsai őt kinevezték, az még azt jelenti, hogy ő indítsa el az ügyeket, tehát nem tudom, hogy hogy hangzott. De igen, de ezt jelenti. Hát azt nem tudom, hogy a bíróságot is indulnak el a feljelentések. Hát abszolút ezt. Ne felejtsd el, hogy ez arra volt egy reakció, hogy Pintér Sándor ugye a várományos belügyminiszter azt találta mondani, hogy ő saját személyes véleménye szerint Gergényi Péter nem követett el szakmai hibákat, de egyébként járjon el ebben az ügyben az ügyészség. Ez egy teljesen korrekt álláspont. Igen, ez teljesen csak korrekt. Éppen nem felelt meg a Fidesznek, mert erre másnap Orbán Viktor Barsai Istvánt kinevezte miniszterelnöki megbízottnak. Ez volt az ő válasza a Bintér kijelentésre, valamint amit a parlamentben elmondott. Hogy itt igenis, nekünk megvannak a magunk politikai eltökéltségei ebben, itt mindenféle beosztásra, korra, nemre, pozícióra való tekintet nélkül mindenki felelős lesz azért, amiért felelős. Ami rendben van, még egyszer hangsúlyozom, tehát nem az a kérdés, hogy ha valaki tényleg felelős büntetőjogilag akár, akkor az ne legyen felelősségre vonva, csak hogy ezek az eljárások egy demokratikus jogállamban az igazságszolgáltatás különböző szerveire hárulnak. Ezt nem lehet felülírni egy közvetlenül a kormánytól nyert megbízatással. Ha ez mégis megtörténik, még egyszer mondom, ez Európában az európai politikai berendezkedéstől merőben idegen. De most én lehet, hogy akkor nem vagyok képben, ezért elnézést kérek, de Barsai fog vádat emelni, ez azt jelenti? Nem, vádat nem emelhet nyilván, csak az ügyészség. De Barsai határozhatja meg ettől kezdve az ügyészség feladatait. Márpedig hát ez nonsens, az ügyészség egy független szervezet Magyarországon, még csak a kormány alá sincs rendelve. Mert talán még más lenne a helyzet, ha az ügyészség a kormány alá lenne rendelve, mint egyébként az elképzelhető volna, és több országban működik így, akkor azt lehetne mondani, hogy a kormány egy valamilyen tisztségviselőjén keresztül
az ügyészség felügyeletét látja el, tegyük fel, hiszen alá tartozik. De Magyarországon nem tartozik alá. Egyébként azért gondolkozom rajta, mert annak idején Keller László is betöltött egy olyan feladatot az egyik kormány után. Pontosan. Amikor, és támadták is eleget. Amikor ugye az MSZP jutott hatalomra, egyébként hát nem ment vele sokra, ezt is meg kell mondani, mert ugye nem tudom már visszaidézni az akkori konkrét ügyeket, de úgy tudom, hogy ez nem került peresíthető szakaszba egyik se. Na, de ez pont ezt akartam mondani, Tamás, hogy ez nagyon szép, amit elmondasz. Mondd nekem az elmúlt 20 évben egyetlen olyan esetet, amikor az ügyészség vádat emelt egy valamilyen politikai köröket is érintő mondjuk korrupciós ügyben, és annak az lett a vége, hogy elítélték az illetőt, és Szabadi Béla említése nem érvényes. Jó. Pedig az egy példa. Én nem akartam belemenni abba, hogy az ügyészséget minősítsük. Én nem minősítettem, én csak kérdeztem. Persze, én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben teljesen igazad van, csak ez nem változtat azon a, azt hiszem, legitim álláspontomon, hogy mégiscsak az igazságszolgáltatás feladat körét nem veheti át közvetlenül a kormány semmilyen más eszközzel, vagy személyen keresztül. Az ügyészség, ha eddig nem látta el a feladatkörét, akkor éppen itt az ideje, hogy ellássa. Ha például a Fidesz arra hivatkozik, hogy a jogállam mennyire fontos neki, és mennyire a demokrácia erősítése a feladata minden szinten, hát akkor tessék, itt van, most meg lehet egy rossz gyakorlatot változtatni. Az ügyészség járjon el jobban, de nem azért, mert a kormány erre sarkalja, hanem egyszerűen, mert a kormány azt az álláspontot foglalja el határozottabban, mint bármikor, hogy nem avatkozik be az igazságszolgáltatás menetébe, de megteszi például azt a gesztust, hogy azt mondja, hogy ő igazán is nagyon szeretné, hogyha az igazságszolgáltatás mindent megtenne. Egyébként ezt minden kormány el szokta mondani, tehát az ügyészséget eddig sem azt tartotta vissza, hogy lett volna olyan kormánya Magyarországnak, beleértve a szociálliberális kormányt is, amelyik ettől visszatartotta volna őket, hiszen gondoljátok meg, hogy azok az eljárások, amik az utóbbi években megindultak, és amik oda vezettek, hogy például mekkora vereséget szenvedett a szocialista párt, azok a szocialisták uralma alatt indultak el, és jutottak el olyan szakaszba, hogy azt mondták az emberek, hogy Jézus Mária, milyen korrupciót hoztak ezek itt össze. De ha a szocialista kormányok beavatkoztak volna az igazságszolgáltatás menetébe, akkor mindez nem történt volna meg. Ha úgy vesszük, azzal, hogy nem avatkoztak be, most mondhatná azt valaki akár, hogy maguk alatt vágták a fát. De ilyen értelemben objektíven távol tartották magukat. Most én azt gondolom, hogy akkor tartsa távol magát ettől az Orbán kormány. Igen, én úgy gondolom, illetve pontosan nem gondolom, hanem hallottam meg, láttam is, hogy nem csak Balsai az egyetlen, aki ilyen lehetőségekkel fog élni. Éppen valamelyik reggel láttam a televízióban a Civil Összefogás Fórum két tagját, akik ugye feljelentést tettek a nemzeti vagyon elherdálása miatt. Feljelentést lehet tenni? Hát igen, de ez hát ugye az is az ügyes. Hát igen, igen, meg ugye itt van ez a szerintem az európai normákkal nem összeegyeztethető pótmagánvád lehetősége, amikor bármelyik magánember ugye bizonyos procedúrák után feljelentheti egymagában ugye az általa vádlottnak vagy bűnösnek ítélt valakit, amit egyébként a Bárándi minisztersége alatt hoztak létre. Tehát itt a politikai lehetőségek elég, hogy is mondjam, gazdag tárháza fog föltárulni ebben a dimenzióban, és hogy melyiket fogják alkalmazni, azt szerintem mindig a helyzettől fog függeni. Hát jó, nyilvánvaló, hogy ezek a törekvések, ezek elsődlegesen ugye politikai indítatásúak. Például nagyon valószínűleg tartom, hogy az előző kormányok jó néhány tisztségviselőjével szemben, akár magával Gyurcsánnyal szemben is nem sokára valamilyen eljárások megindulnak. Ez eléggé előrevetíti az árnyékát, és ezzel szemben tulajdonképpen csak azt az agályt vethetjük szembe, hogy például Gyurcsánynak a sokat hangoztatott ugye adateltitkolási manőverei, ahogy az ellenzék mindig mondta, azok már többször kerültek az ügyészség elé feljelentések formájában, és mindig elvetették, mint ami nem állja meg a helyét, nem ad alapot egy nyomozás elindítására sem, nem úgy vádemelésre. Most másról lesz szó, most valószínűleg ugye az október, mert mint hogy a 2006. október 23-ai eseményekkel kapcsolatban keresik majd elsősorban a felelősöket, és nagyon el tudom például képzelni, hogy firtatni fogják az akkori miniszterelnököt és Gyurcsány Ferenc személyes felelősségét a történtekben, mert hiszen ezt a Fidesz már annak idején is tulajdonképpen felvetette, mondván, hogy Gyurcsány adott utasítást a rendőrségnek, amit ő kerekperec tagadott. De ez minden esetre egy fogódzó lehet, valamilyen eljárásnak az elindítása. Nyilvánvaló, hogy Gyurcsány személye alkalmas arra, hogy elhúzódó
politikai kampányt lehessen megint ráépíteni az őt ért vádakra. Ti mennyiben látjátok ennek a lehetőséget, hogy a Fidesz valóban elképzelhető, hogy a következő hónapokat, hát mondjuk ilyen akciókkal akarja áthidalni? Szerintem túl győzte magát a Fidesz. Tehát én azt érzem most a közhangulatban, hogy ha lesznek is perek, mert nyilvánvalóan lesznek, ezzel már nem nagyon lehet operálni. Tehát egy ilyen túl győzelemben, egy ilyen kétharmados győzelem után, amikor mindenki arról beszél, hogy a Fidesz végül is olyan törvényeket fogad el, úgy változtatja meg az alkotmányt, ahogy akarja, az emberek végül is az ígéretek betartását szeretnék viszont látni. Lehet persze pereket folytatni hónapokon át, lehet még egy évig ezt csinálni, de már nem ez van a közfigyelem középpontjában. Csaba, nem értek veled egyet, nagyon nem értek egyet. Ez lesz a közfigyelem középpontjában, mert pontosan az, hogy nem kell legyőzni még egyszer a szocialista. De le kell győzni, mert nem a szocialisták legyőzése a feladat, hanem a figyelem elterelése. Tehát ahhoz, hogy ez a kormány felálljon és mondjuk egy kis szuszonás időt kapjon ahhoz, hogy az új kormányzati struktúrát mi egymást összerakjon, ahhoz az kell, hogy időt nyerjen. Időt nyerni úgy lehet, hogyha elterelik a közvélemény figyelmét, és nem arra figyel a közvélemény, hogy most miért nincs 100 milliárdos adócsökkentés, vagy 1000 milliárdos adócsökkentés, miért nincs ez meg az, hanem ott van a cirkusz, a show. De akkor én hadd mondjam neked sajtósként, hogy érdekel még valakit, hogy a cuslák per, tehát mikor a 115. tárgyalás zajlik majd, egy idő de után nem a tárgyalás fontos, igen. Hogy Bulgáriában sem a tárgyalás volt a fontos, hanem a tárgyalásig nem is jutottak el, hanem a kamerák előtti letartóztatás és bilincsbeverés az a fontos. A Cuslág ügyben nem a bírósági ítélet volt a fontos, hanem az, amikor a kamerák mutatták Cuslágot bilincsben, ahogy vitték rendőrök. Én a svájci fankitelesek nevében azt tudom mondani, hogy kevéssé fogja érdekelni őket. Tudjátok, egy távoli, hogy mondjam, példát vagy hivatkozást vennék elő. A 19. századi kiváló hadtörténésze és haditeoretikus a Clausewitz a napoleoni háborúk elemzéséből azt a tanulságot vonta le, hogy az ellenséget nem elég megverni, hanem üldözni kell és megsemmisíteni. Az igaz, hogy Napóleon végül ezzel együtt elveszítette a hatalmat, mint tudjuk, és az intő példa lehet azoknak, akik ezt a taktikát akarják mindenáron alkalmazni, de erős rá a csábítás. De Waterloo-ig elég jól van neki. De még egy bocsánat, egy mondatot, hogy ha Gyurcsánynak neki megy a Fidesz, ez egy érdekes dolog lesz, mert én azt gondolom, hogy erre a pillanatra nagyon sok MSZP-s politikus is vár, hogy Gyurcsány Ferencet valamilyen szinten előszedje a Fidesz, és valamifajta támadás vagy számonkérés elinduljon a személyével szemben, és biztos vagyok benne, hogy az MSZP-ből nagyon sokan lesznek, akik ehhez állva fognak tapsolni. Hát ugye a mai heti válaszban Lázár János egyértelműen ezt ki is jelentette, már pedig Lázár János az egyik legkomolyabb politikusa a Fidesznek. Ráadásul ugye az ilyen típusú, most nem a Gyurcsány személyére koncentrálok ebben a kérdésben, de az ilyen típusú elszámoltatási ígéretek, azok eklatáns részei voltak a kampánynak. Tehát igen, ez ráadásul a Fidesz, hogyha ebben nem tartja a szavát, akkor... Orbán Viktor mai nyilatkozatát valamelyik napilapban olvasva, ő ezt az első helyen közölte a közvéleménnyel, hogy ilyenek már pedig lesznek. Most ezzel kapcsolatban, meg ettől függetlenül is megemlítendő, hogy a napvilágot látott ma már az interneten teljes terjedelmében olvasható Gyurcsány Ferenc elemzése az elmúlt évek politikai folyamatairól, hibákról, hiányosságokról, erényekről, teendőkről, a párt helyzetéről, stb. Ez egy 41 néhány oldalas dolgozat. Ezért is nem hoztam hamarabb szóba, mert ez megér bőven egy külön misét. Én azt gondolom, hogy fogunk róla még a közeljövőben sokat beszélni, persze nem csak mi, hanem mások is. Megvárnám ezzel azt, hogy valamilyen fajta reakciók szülessenek erre a dolgozatra, ami nyilván a következő napokban meg fog történni, és nekünk a jövő héten majd ad témát. Csak azt szeretném ez megemlíteni, hogy legyen bármilyen a véleménye bárkinek erről a dolgozatról. Az tény, hogy Gyurcsány letett az asztalra egy ekkora elemzést, és ezzel megint elérte azt, hogy ez az elemzés, amiről beszélni lehet. Mások meg nem tettek le. Ha megtörtént volna, akkor nem kizárólag ez a teljesítmény volna megint az egyetlen lehetséges vitaplatform. Ő azzal, hogy sietett, ezzel tulajdonképpen valamilyen előnyt szerzett a kommunikációban, akár a párt, a szocialista párt belső kommunikációjában is, és hát kíváncsian várhatjuk, hogy ennek milyen fejleményei lesznek a párt további sorsára nézve. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit, vagy a legkevesebb, amit egyelőre elmondhatunk. Hogy látjátok?
Én úgy tudom, hogy születőben vannak más elemzések is, talán alaposabbak, vagy nagyobb merítésűek. Hosszabbak. Valószínűleg, tessék? Vagy hosszabbak. Vagy hosszabbak, igen. Világos, hogy egy ilyen vitasorozat nélkül ez megúszhatatlan az MSZP-nek a szembenézése. Ugye első blikre én is átfutottam, elég bársonyosan kezelte önmaga szerepét Gyurcsány Ferenc ebben az iratban, amelyik egyébként úgy tűnik az ő szavaiból, hogy ez csak egy vázlat. Na, hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Jövő héten a szokott időben a Dominó Társaságában várjuk önöket. Viszontlátásra!